5 éves a Csodavár. A korai fejlesztő centrumban, ahogyan mondják, gyerekek százai fordultak már meg. A Nyíregyházi Központban fejlesztő foglalkozásokkal segítik az eltérő fejlődésű gyerekeket és családjaikat is. Egy kis játék a Csodavárban, ahová szívesen járnak játszani a gyerekek. Jó pár évvel ezelőtt még a fogyatékkal élő gyermekek csupán 5%-a részesült korai fejlesztésben ebben a régióban. A nyíregyházi Csodavárnak köszönhetően a szülőknek nem kell messzire, több 10 kilométerre vinniük Down-szindrómás gyermekeiket korai fejlesztő foglalkozásokra. A Down Egyesület ernyőszervezetként összefogja a Down háló tagjait. A gyermekek fejlesztésén túl közösségi formáják és segítik a családokat is. Az évek során folyamatosan bővültek a Csodavárban elérhető fejlesztő foglalkozások, komplex képességfelmérést végeznek, egyéni és csoportos foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek pszichológiai tanácsadással. A szervezet munkája elengedhetetlen, hiszen a társadalom is felismerte, hogy a korai fejlesztéssel foglalkozni kell. Magyarországon 8000-en élnek Down-szindrómával, évente 100-150 Down-szindrómás gyermek születik. A fejlesztő programok segítségével könnyebben integrálhatók az oktatásba, a társadalomba, és javítható életminőségük is. Vendégem a stúdióban Kisari Károly, jó estét kívánok! Nagyon nehéz összeszedni, hogy az elmúlt 5 évben a Csodavár, a Nyíregyházi Csodavár és igazából a Down Egyesület milyen munkát végzett, csak néhány olyan gondolatot szedtünk össze, ami azért nagyjából körvonalazza az önök feladatát, az önök munkáját. Hogyha az elmúlt 5 évnek a mérlegét vennék, akkor mi lenne a legfontosabb, amit megemlítene, hogyan működött, hogyan dolgozott a Csodavár a korai fejlesztésben? Azt érdemes elmondani, hogy a semmiből indultunk 2011 őszén, egy nagyon bizonytalan jövővel, egy nagyon erős misszióval, de akár finanszírozás, akár bármilyen területen, szakmai oldal, azért egy bizonytalan lábokon álló dolgot indítottunk el. De ugye úgy látszik, hogy ez a misszió, ezzel a misszióval sikerült eljutnunk ide. És azért vannak nekünk most már számaink is, hogy azért közel 1000 gyerek vett részt valamilyen fejlesztésben nálunk az elmúlt 5 évben, 600 gyereket táboroztattunk. Maga a Down Egyesület 200 millió forintot költött itt Nyíregyházán a korai fejlesztésre. Szóval, hogy vannak eredményei, és hogy egy olyan modellt tudtunk megvalósítani, ami Magyarországon és Európában is egyedülálló, egy vidéki városban, én azt gondolom, hogy igazán sikernek mondható, nem magunkat fényezve ebbe a történetben. Szerényen, de az igazat vagy a tényeket megvalva, mert hogy a nyáron Budapesten tették le az alapkövét annak a központnak, annak a fejlesztő központnak, ami Csodavár Budapest nevet fog viselni nem sokára, ha jól tudom. Igen, szóval hogy az látszik, hogy a riportban nem derült ki, az, hogy eltérő fejlődési gyerekekkel foglalkozunk. Ez nagyon széles ez a spektrum, hogy mi az eltérő. Ebbe beletartoznak a Down-szindrómával élők is. Nagyon kis százaléka az általunk ellátott gyerekeknek a Down-szindrómások. Zömében másfajta fogyatékossága, vagy pedig a közvélemény mondjuk többségi gyereknek mondható gyerekeket, akiknek valamilyen részképesség zavaraik vannak, ez is már egy eltérő fejlődés mutat, nekik is tudunk segíteni. Az a fajta modell, hogy a szakemberek egy olyan közegben végzik ezt a szakmai munkát, amely feloldja a családokat, a családterápiában is egyfajta segítséget nyújt, hiszen itt a korai fejlesztés a játszóháznak egyfajta ötvözetéről van szó, ahol a játékot valamilyen fajta tudatosság vezérli a háttérben, amiből a gyerekek semmit nem éreznek, de hogy ez eredményeket szül mindenféle területen. A fejlődés az, hogy Budapest felé is elindulunk, egyrésztről egyfajta előremenekelés is, hiszen hogyha a világnak meg akarjuk mutatni azt, hogy mi történik Nyíregyházán, sajnos muszáj a főváros felé elmozdulni. Nem beszélve arról, hogy ott is óriási szükséglet van arra, hogy hasonló intézmény működjön.
És hát igazából az elmúlt években kezdtek csak arra felfigyelni társadalmi szinten, hogy a korai fejlesztéssel foglalkozni kell, illetve hát az elmúlt hetekben, az elmúlt napokban bejelentést is tett a kormányzat az irányban, hogy lesz egy elkülönített forrás, egy elkülönített összeg, kimondottan a korai kisgyermekkori intervencióra és hát a fejlesztő foglalkozásokra, eleve a szűrésekre, vizsgálatokra, felmérésekre. Ezt felismerték önök itt ebben a térségben, illetve megérezték ennek a hiányát, viszik a fővárosba ezeket a feladatokat, ezt a munkát, és viszik akár különböző határon átívelő programok kapcsán külföldre is. Igen, azért az hozzátartozik, hogy zömében szülők vagyunk. Én is egy Down-szindrómás gyereket nevelek, szóval az az igény, amit én érzek, az egy valós igény, hiszen otthon tapasztaltam ezt, amikor korai fejlesztésbe vinni akartam a gyerekemet, hogy milyen körülmények között lehet ezt végezni. És hogy valószínűleg ez az erőssége az egész szervezetnek, hogy különböző szinten dolgoznak olyan munkatársak professzionálisan ebben a történetben, akik érintettek. Nem kell a piacot szondáznunk, hiszen mi látjuk azt, hogy mi történik. És hát az együttműködő partnereink is bárhol, akár itt Magyarországon, akár külföldön, azért zömében olyan területekről jönnek, ahol az érintettek vezetik, vagy benne vannak azokban a folyamatokban, amik mennek. És akkor itt mi tovább is léptünk, nem csak a korai fejlesztésre, hanem az iskola integrációval foglalkozunk, és hát az is egy büszkeségünk, hogy a Mindenkinek Becsengettek programunk, amit innen indítottunk el Nyíregyházáról, most már egy nemzetközi karrierben van, hiszen nemzetközi díjakat kaptunk, igen rangos elismeréseket kaptunk, és most Szlovákiában, Romániában is folytatjuk egy ilyen határon átnyúló együttműködés keretében ezt a programot. Az, hogy ez a korai fejlesztés működik itt, és a szülők számára elérhetővé válik, ez egy óriási értéke ennek a programnak. Mit érez a szülő, vagy milyen problémával jelenik meg önöknél az a szülő, akinek bármilyen a gyermekkori fejlődésben tapasztalható problémája van, tehát lehet az egy esenis gyerek, lehet az egy autista gyerek, a szülő milyen kéréssel fordul önökhöz, és miben tudnak segíteni elsősorban? És most a speciális gyerekekről beszélünk, azért az látszik, hogy ott a szülők kapnak egy diagnózist. Ez egyfajta félelmet indít el belőlük, hiszen egy ismeretlen területre tévednek. Korábban nem gondoltak arra, hogy valami történhet az ő gyerekükkel, és a csodavárnak ez egy nagy erőssége, hogy ezt már nagyon korán tudja kezelni. Szóval azokat a válságos periódusokat, amikben ilyenkor a családok esnek, egyrészt a környezettel és a szakembereknek a hozzáállásával és ezzel a szakmai munkával, ami itt folyik, oldani tudjuk. És azt a változási görbét, ami ilyenkor kialakul minden egyes embernek, amikor valami újat kell elfogadnia, azt egy kicsit szeretnénk kiegyenesíteni, és minél hamarabb véget vetni annak, hogy olyan dolgokkal kelljenek foglalkozni a fogyasztóknak, ami amúgy nem kellene. És hogy ezek a gyerekek sikeresen a megfelelő fejlesztő foglalkozásokkal integrálhatók a hagyományos oktatásba. Ez az elsődleges célja és értéke ennek a területnek. Nekünk ez óriási missziunk, hogy ezen a területen változást érjünk el, és az, hogy a korai fejlesztésből olyan gyerekek kerüljenek a köznevelésbe, akikkel már könnyebben tudnak a pedagógusok bánni, ez egy óriási érték ebben a történetben. Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk. Köszönjük.